Igazi derbi volt a Fradi Újpest, annak minden izgalmával és feszültségével együtt. A Mol-ligában csapott össze egymással a két budapesti csapat, és bár már az első percben vezettek a vendég lilafehérek, a Ferencváros felállt a padlóról, két gólos hátrány után 5-4-nél még a vezetést is átvette, de a hajrában döntetlenre mentették az újpestiek a meccset. A hosszabbításban nem született újabb gól, végül büntetők után győztek 6-5-re a zöldfehérek a fiatal erőkből álló Újpest ellen. Sajnos az első cserére már kaptunk egy gólt, sőt aztán azt hiszem 2-0 is volt oda, úgyhogy küzdeni kellett, nagyon jó kis csapat ellen játszottunk, nagyon jó erőben vannak a újpesti srácok, és tényleg le a kalappa előttük, de attól függetlenül én úgy érzem, hogy mi álmosan kezdtünk, vagy nem voltunk ott teljesen. Nagyon sokat lőttünk kapura, jól védett a Joci, Leszkán Joci, de a végén ugye megszereztük a vezetés 2 perccel előtte. Azt már illett volna megtartani, de ilyen a játék, ilyen a sport, úgyhogy a legvégén kellett büntetőben eldönteni a mérkőzést. Rosszul kezdtünk, de a végén ugye összejött, de sajnos vezettünk 5-4, de sajnos kaptunk még egy gólt. Ezt így már csak büntetőkkel tudtam nyerni. Minden esetre gondoltuk a mai napon, hogy meg lesz az első 3 pontunk. Csak egy sikeredet, de én úgy gondolom, hogy ennek a fiatal csapatnak erre építenünk kell, és a következőben hát ha bejön 3 pont. Igen, rosszul kezdtünk, nem volt elég edzőmeccsünk, de most már kezdünk belerázódni, de az ember hátrány az nagyon fontos, hogy ne legyen, és tenni kell mindent, ahogy gól tudjunk lőni. Én úgy gondolom, hogy Fehérvárról jött 5-6 játékos, én is másonnan jöttem, még össze kell rázódjunk, össze kell szokjunk, és persze fiatal csapatunk van, átlag életkor 21. Én remélem, hogy megfordul a szerencse, és szerencse mellénk áll, és további pontokat tudunk szerezni. Igazából itt nem is a kondíció a lényeg, hanem fejben. Fejben ott kell lenni, koncentrálni kell, tehát nem szabad elveszteni a reményt, nem szabad elveszteni a küzdeni akarást, és végig küzdeni kell, és ha esetleg nem is jön össze, akkor is az utolsó percig kell játszani, hogy ne legyen egy lefutott mérkőzés.